Életünk során sokszor nem is sejtjük, honnan leselkedik ránk a veszély, pedig előfordul, hogy olyan helyről, ahonnan nem is gondolnánk. 2011. május 18-án a Deep Creek folyó egy félre első részén egy férfi sétált, és észrevette egy lányt a földön fekve, mindene tiszta vér volt, azonnal hívta a mentőket. A rendőrségre bejelentés érkezett. Találtak egy nőt, akit meglőttek, még lélegzett és kórházba szállították. A lány félig kilógott a vízből, mikor rátalált a férfi. Fejbe és tarkón lőtték. Itt még gyilkossági kísérletként kezelték az ügyet. Eközben a helyi rendőrség munkatársai elmentek a helyszínt átvizsgálni. Keréknyomokat, lábnyomokat, töltényhüvelyeket kerestek. A rendőrség a helyszínen talált egy 22-es kaliberű lövedéket. Találtak egy táskát, felteltőleg az áldozati, a helyszín vizsgálata közben kiderült, hogy a lány életét vesztette a kórházban. Nem tudták azonosítani az áldozatot, ezért a nyilvánossághoz fordultak. Lefotózták a lány arcát és tetoválásait, hát ha valaki azonosítani tudja. A lány zsebében találtak egy telefonszámot. Nem akarták felhívni a számot, nehogy elijesszék az illetőt, ezért inkább kikérték a telefonszám hívás listáját, és így megtudták, hogy a telefonszám egy bizonyos Dustin Dradersé. Elmentek a férfi házához, a testvére nyitott ajtót, de már egy ideje nem látta dustin Megmutatták Dustin testvérének az áldozat fotóját, és felismerte. Annyit tudott, hogy a keresztneve rá kell, a vezeték nevét nem tudta, mert csak egy párszor látta bulikban. Ezek után a nyomozók megkeresték Dustint és megkérdezték tőle, miért volt a száma Rákelnél. Azt mondta, nem tudja, hogy került hozzá a száma, de azt is elmondta, hogy a haverja Joseph Villa lógott rá Megkérdezték tőle, hol lakik Joseph, pontosan nem tudta, annyit tudott, hogy valahol a Snake River Roadon. dustin megkérdezték rá kell címét is, az ő címét pontosan tudta, és le is írta a nyomozóknak. A lakhelyadatok alapján megtudták rá valódi címét és nevét. A 19 éves Rákel Reyes Dél-Kaliforniában, Hespériában élt. Hespéria sivatagos, nagyon forró és száraz terület. Testvére szerint rá független volt, 16 éves korára szinte teljesen felnőtt, tudta, mit akar az élettől. Önfejű volt, nem igazán hallgatott másokra. A barátaival élt, Stevennel és Kristinával. Voltak köztük súrlódások, a lakótársai nem igazán voltak felelősségteljesek, nem fizették a számlákat, ez rákelt zavarta. Nagyon szerette az édesanyját, ráadásul egy laktak, párházra egymástól. Rendszeresen járt az édesanyjához, hogy töltsenek együtt egy kis időt. A nyomozók elmentek Rákel édesanyja házához. Közölték vele és a nővérével a szomorú hírt, hogy Rákelt meggyilkolták. Kikérdezték az édesanyját és a testvérét. Elmondták, hogy két napja látták utoljára. Két barátjával, Szájlesszel és Rendivel ment el az utolsó estén, mikor látták. A nyomozóknak azt is elmondták, hogy Rákel elkezdett randizni egy nále idősebb férfival, akinek Joseph volt a neve. Egy hétig randiztak, aztán a férfi szakított rá mert összejött az exével, akitől a gyerekei vannak. Nem sokkal később rá kell magát a szakításon. A nyomozók megtudták, hogy Silas feltételesen van szabadlában drogbirtoklásért. Behívták egy kihallgatásra. lesz elmondta, hogy már nem drogozik és nem is árulja. Azt állította, nem járt a Deep creek 17-én este. Elmondta, hogy Rákelt felvette május 17-én este, elmentek bulizni, a buli után rá kell elment Dan egyedül. Ezek után kaptak egy bejelentést, ezért elmentek rá kell lakótársaihoz, Stevenhöz és Kristinához kikérdezni őket. Azt mondták, hogy a gyilkosság estején nem is voltak a városba, hanem Kristina szüleinél voltak. Az alibit igazolták nekik. Ryan fornyomozó a Szájlesztől kapott információknak köszönhetően elment Dan büféjébe. Fornyomozó felfedezte, hogy be van kamerázva a büfé, el is kérte az aznap esti felvételeket. A megkapott biztonsági kamera felvételeket elkezdték átnézni. A felvételek alapján rá kell valóban a büfében volt. A büfében egyedül tartózkodott, és egyedül is távozott. A távozása után Joseph címe felé vette az irányt. Ennek az információnak köszönhetően házkutatási parancsal mentek Joseph házához a nyomozók. Joseph azt állította, amióta kitette rákelt az anyjánál, azóta nem látta. A házkutatás során találtak egy 22-es kaliberű fegyvert. Joseph adott DNS mintát, ebből kiderült, hogy rajta kívül senki más nem használta a fegyvert. Joseph kihallgatása során elmondta, mi történt valójában aznap reggel. Miután Rákel elment Dan büféjéből, Josephhez ment. Elmondta, hogy a párja Angela Sánchez hazaért, mikor még ott volt Rákel. Angela bedődött azon, hogy Rákel ott van, dulakodni kezdett a két nő. Ezek után Rákelt fegyvere fenyegetve Angela kocsiába kényszerítették. Angela állítása szerint ő csak megijeszteni akarta. A Deep Creek folyóhoz vitték Rákelt. Amikor odaértek, Rákel elkezdett szaladni előlük, és könyörgött, hogy ne bántsák. Joseph úgy érezte, hogy Rákel veszélyt jelent az Angelával való kapcsolatára, ezért rálőtt kétszer, és mikor látta, hogy összeesik, ott hagyták meghalni. 2013. decemberében Joseph Villát bűnösnek találták szándékos emberölésben és emberrablásban. 50 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Angela Sánchez nem szándékos emberölésért és emberrablásért 14 év börtönbüntetést kapott.